A csácsumi csőtészt a csokoládés traktorkerék, hát remélem mindenki túl van a vasárnapi ebéden. Így arra gondoltam, hogy meginvitállak benneteket Csernobilba és környékére, a Spin Tires gamebe, és ráadásul hoztam nektek egy modolt járművet, mert ugye modolt Spin Tires nem maradhat modolt jármű nélkül, és egy rettenetesen autentikus gépet választottam, többek között Velvennel együtt. Vele beszéltem meg, hogy szerinte milyen gép lenne ideális ebbe a környezetbe. Egyébként Viola Bencének is köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet arra, hogy ezzel a játékkal játszam, és nagyon sokan írtátok egyébként, hogy a Chernobyl DLC-t már jó lenne kipróbálnád kipa. Na először is nézzük meg azt a modolt járművet, amit hoztam magammal a gyerekek, ami nem más, mint egy BTR, ugye egy csapatszállító, egy szovjet csapatszállító. Egyébként gondolom a szemfülesek már felfigyeltek arra, hogy nézzétek, mi van a háttérben. Igen, egyébként. A szarkofág van a háttérben, most azt nézem, hogy már a megépült szarkofág. Ugye a megépült szarkofág már nem épül, gyakorlatilag már akkor túl vagyunk már a katasztrófán, felép is épült a szarkofág. Elvileg, gyerekek, ez egy nagyon speciális map, olyan, hogy a gépek tudnak sérülni bizonyos területeken, van sugárzás, szóval nem mehetünk akár, mert mehetünk, csak igazából megdöglünk, az a lényeg. Na, itt van egy garázs, ahogy nézem, nézzük meg a térképet, egy percet nem játszottam ezzel a DLC-vel egyébként. Hú, hát ez nem kicsi, hallod? Én arra gondoltam, hogy részeket fogjuk osztani, és ebben a részben mindenképp megpróbáljuk a mapnak a nagy részét felszabadítani. Na, ott van viszont egy garázs, ahogy látom, tetszik ez a BTR, gyerekek. Nyomjunk egy motorindítását, remélem nem túl hangos a játék. Egy kéziféket jó lenne kiengedni. Úgy látom, hogy ezen abszolút nem tudok kapcsolni se diffizárat, se összkereket, se semmit. Gondolom ez egy ilyen konstans, folyamatosan diffizár és összkerék van. Ó, de egyébként gyönyörű a jármű. Hát nem hiszem, hogy ezzel nagyon el fogunk valahol akadni. Egyébként megerett az eső, ezt jól látom. Bazd, megerett az eső, beszarsz. Megerett az eső. Na. Veressük, gyerekek, itt a Veresegyházba asszonykórus. Elmegyünk a garázsba, meg itt van egy takaráshoz kapásból felszabadítjuk. Azért megyek a garázsba, hogy ugye megnézzük, hogy esetleg mit tudnék magammal vinni a felszabadító körutamra, esetleg javításpontot, vagy pedig üzemanyagot, ilyesmire gondoltam. Na nézzük, álljál meg. Ne, jaj, erre nem tudunk semmit akasztani. Aha, jó van, akkor meg vagy lőve, Keeper. Annyi, hogy legalább megjavítottam ugye a hibákat rajt. Jó. Itt van egy takaráspont, azt már egyből. Oda nézzetek, raklapok befosolva. Nagyon jól néz ki, és milyen jó fizika van, azt a bedjen. Oké, takarás eltávolítva. Álljunk meg, nézzünk körül. Jaj, itt bazze, itt van a szarkofág, ugye itt egy hatalmas úthálózatban kapásban. Hát, barátaim az úrba, nem tudom, hogy mi a szart fogunk csinálni, hát körülbelül az van, hogy körül kell nézni. El kéne jutni, szerintem próbáljuk meg ezen a környéken. Azt hiszem, hogy Pripyat is meg van csinálva benne, el lehet jutni a városba, meg lehet nézni mondjuk a, tudjátok, a híres óriás kereket, ugye, azt a, hát remélem mindenki otthon van Csernobil világából, mert ha nem, akkor megőrülök. Ha nem, akkor mesélek közben, jó van egyébként. Ugye, hát a Csernobil sorozatot, aki nem látta, most ezt halál komolyan mondom. A Csernobil sorozatot, aki nem látta, az mindenképpen, Velven, nem tudom nézted, de azt mindenképpen nézd meg. Azt szerintem, egyébként azt egy munkatársamnak mondtam, hogy te figyelj, nézd meg, ő nem nagyon szokott semmit nézni. Elkezdi, úristen, elkezdi ennél durvább, ennél jobb dolgot, nem láttam életemben. Hát ez felért olyan, mint egy fullos film, vagy akármicsoda. Én úgy gondolkozok arról a sorozatról, hogy azt iskolába vetíteni kellene. Azt iskolába le kellene vetíteni. Azt tananyagnak kellene lennie. Na gyerekek, merre lehet itt elmenni? Itt nem lehet elmenni? Jó, sugárzás van, more. Ja, baszod, itt az atomerőmű, álljál le, oda nézzé. Hallod, ott az atomerőmű. Hát ez nagyon nagyja. Jó, hát itt akkor próbáljunk elmenni. Gondolom, sugárzáshoz nem kevés lesz. Meg igazából azt tudom, hol lehet elmenni. Itt mi az, vasúti sín? Jó. Elvileg azt mondta Velven, ki van táblázva, jó eséllyel, hogyha nagyon sugárzó terület van, de azért vigyázzá. Jó, azért vigyázzok. Vonat remélem nem jön. Jó, hát itt meg nem tudom, merre menjek. Az volt a sút.
Menjünk már el az atomerőmű fele, hallod, meg akarom nézni. Meg akarom nézni. Egyébként ugye, ez nem napjainkban játszódik ez a map, mivel most már ugye az atomerőműhöz turista csoportokat visznek ugye. És Pripyatba is. Hogyha van... Jaj. Ketyeg a izé. Van nálunk egy Geiger Müller számláló. És annak köszönhetően... Ó, te fiú. Tudjuk, hogyha olyan területre érünk, elkezd ketyegni. Hát nem tudom, merre menjek barátaim. Nem volt kitáblázva sehol. Jó, hát nem akarom 300-szor újra kezdeni. Várjál már, itt egy tábla, mi volt rajt? Itt van előttünk egy tábla. Jaj, sugárzásos veszély táblán átmentük. Gyerekek, jobb éri ez a BTR, vagy mi történt? Jól éri ez a BTR? Hát itt át kéne vágnom, basszus. Az atomerőmű lol. De várjál! Itt hátul lehet, hogy le lehet menni az atomerőműhöz, nem? Hát megpróbálunk átkelni. Vízi átkelés, gyerekek, vízi átkelés indul. Gondolom elég magasan szívja a vizet. A BTR-ünk. Kicsit belekeveredtem most ebbe a nézetbe. Jó, eltávolítottam, azt kicsit csúf lett. Jó, menjünk erre. Ott a takaráspont, a lényeg takaráspontokat megpróbáljuk felszabadítani. Kerüljük a sugárzó zónákat. Jó, az BTR, nem gyerekek. Igazából sok mindenre nem jó. Várjatok, valamit nézzünk már. Jaj, more, várják, Ctrl 1. Ó, lehet forgatni a csövet, igaz, lőni nem lehet vele. Hát így kell közlekedni, ugye bundás. Bundás, ez vágja a dolgokat, tankvezető volt. Egyébként bundi, aki szokott velem játszani, az nem tudom, tudjátok-e, hogy harckocsis volt. Ja, meg harckocsis, meg ugye például dolgozott mezőgazdaságban, mindig traktorokon dolgozott, úgyhogy azért olyan rohadt jól ismeri a gépeket. Egyébként a csatornámon meg tudjátok nézni, fel tudtok rá iratkozni. Most ez nem valami reklámhelye, meg ilyesmi, hanem tényleg eszembe jutott. Ő is videózik. Nem, az gyerünk, menjünk. Oké, várjál, már nézzük már meg, mi van itt a gyerekek. Itt a cél, jó, oké, itt is egy takarás. Hát figyeljetek, hogy orientálódunk sorba itt. Először körbe-körbe, utána meg karikába. Igen, ez a vicceltem, jó. Velven, azért ez adja ez a gép, nem? Azért ez kellett ez a gép erre az izére mapra. Mármint úgy értem, nem az, hogy most könnyű vele közlekedni, vagy bármi csoda, hanem az, hogy autentikus, ugye. Hát fát nem ezzel fogunk szállítani, úgyhogy mondhatjátok, hogy jaj, de könnyű, most ezzel végigmész a mapon, de hát sokra nem megyek vele, mert ugye fákat kellene leszállítani, nem izé, nem hírvégi kirándulásról lenne szó. Wow. Ja, itt azért van sár. Azért itt izével lehet, hogy nem nagyon kell elközlekedni. Tényleg basszus, eddig még nem találkoztam olyan... Ó, itt vannak a roncsok, ugye? Jaj, gyerekek, egy csomó minden olyan nagyon ismerős. A roncsok. Ugye mindenhol roncsok voltak, mert ugye elvileg van egy hatalmas nagy roncstemető, és nem tudom, a mapon megtalálható-e, ahova ugye oda szállították azokat a gépeket, helikoptereket, meg mindent, amit használtak ott, mert ugye utána azt már nem tudták használni, mert erősen szennyezett volt. De viszont egy kicsit rázós udvonalon megyek én, gyerekek, nem tudom, egy kicsit, lehet, hogy izékére az utakon kéne közlekednem, azért nem az erdőn keresztül, még jó, hogy nem egy T-70 2-eset hoztam, mert akkor azzal aztán tényleg keresztül mennék mindenen. Oh. Mi van itt, kerítés, gyerekek? Ja, és nem tudom, mik lesznek a mapon, milyen ismerős részek. Egyébként a Velven mondta, hogy lesz egy ismerős hely, ami biztos ismerős nekem egy épület. Nem tudom mire gondol. Hát ugye az atomerőmű az megvan. Pripyat, gondolom az ugye, hát az benn lesz, ugye már a menüben, főmenüben az van, Pripyat meg a izé. Egyébként ez az irányítás, ez még mindig Spintiles-ben nem a legigazibb. Pripyat az biztos, hogy benne van. Én a dugára gondoltam, hogyha a duga benne van, ugye dugának nevezik azt a nagy... Dugának nevezik azt a nagy föld közeli radart, ami arról is néztem múltkor egy dokumentumfilmet a dugáról. Az egy olyan hatalmas nagy rágyszerkezet volt, egy földközeli radar, ami ugye a radaroknak az a nagy problémája, hogy nem látnak a horizonttól túlra, mivel ugye egyszerűen a rádiójelek nem terjednek ugye a földön keresztül, ugye föld ez gömbölyű, emiatt ugye csak úgy lát, hogy egyenesen. És a duga az egy akkora hatalmas nagy radar volt, egy ilyen föld
földi kiépítésű radar, aminek azt hiszem a duga az azt jelenti oroszul, hogy harkály, és azért volt egy ilyen jellegzetes hangja, egy ilyen kopogó hangja, ezért nevezték azt hiszem dugának, és gyerekek, itt egy takarás, oda megyünk, és a duga az úgy működött, hogy akkora lökés hullámokat idézett elő, ugye a radar az ugye gyakorlatilag, hogy működik leginkább, ugye hullámokat generál, és a visszavert hullámokat megfogja, és akkor onnan tudja gyakorlatilag ugye, hogy például repülőgépek, vagy bármilyen tárgyak, hogyha ugye útjába esnek ezeknek a hullámoknak, akkor látszik magán a radarképen. Viszont a duga az akkora hullámokat generált, hogy a légkör pereméről visszaverődött, és hol a szarba a gyerekek? Ajajaj, ott egy tábla, ott már látom, hogy baj lesz, ott egy tábla. Úgyhogy kerülnünk kell. Nem fogunk tudni átmenni itt, mert ezért lesz. Sugárzás, hát biztos mondjátok, hát nézzük már meg milyen az a sugárzás. Hát gyerekek, hadd ne. Egyébként szerintem bele fogunk futni még ezen kívül is. Úgyhogy elkerülhetetlen lesz. Hú gyerekek, azért itt vannak oda nézzé, more. És akkora nézéket generált olyan hullámokat, hogy a légkörnek a pereméről visszaverődött, és ugye így gyakorlatilag a látóhatáron túlra is, a horizonton túlra is tudott érzékelni. Az egy ilyen nagyon nagy távolság. Ugye hát a hidegháborúban mindent kitaláltak, ugye, hogy időben tudják jelezni, hogyha esetleg támadás éri az egyik felet, esetleg ha bombázók jönnek, vagy bármi, ezért ugye kellettek nagy hatótávolságú radarok, és dugát azért építették meg. És az a durva, hogy ugye ezt sokan nem tudják, hogy ez például ez Csernobil. Sokan nem is tudnak a létezéséről, pedig egy nagyon monumentális épület. Viszont nem is tudják sokan, hogy a Csernobil körtetében volt ez is, ugye. Hát benyolták, hogy jó. Na gyerekek, nem... Jó, sérültünk 12. Gyerekek, bazze, hol vagyunk? Hát ez valahogy meg kell kerülni. Nem tudunk itt átmenni, more. Aha, itt írja is a mapom, figyeljétek. Látod? Hogy az radioaktív terület. Jó, hát akkor próbáljuk megkerülni. De ez csak akkor írja, basszus, hogyha belevész. Hallod, fel kell térképezni. Ott is van, ott a tábla, gyerekek. Jaj, hát akkor ezt hogy fogom ezt megcsinálni? Lehet, hogy minden takarás nem is tud feloldani. Nézd meg, ott van a radioaktív tábla. Jó, hát akkor kimegyünk itt. Ezt megnézzük itt a vasúti sírnél. Üzemanyag 420 liter van, hát nem egy erős. Nézzük itt, mi a szituáció. Mennyi, bazen, mennyi. Itt mutatja, hogy arra van a terület. Itt szerintem a vasúti sírnél még nincs. Ha bele volt lúg táblába, akkor maximum kerülünk. Meg lassan kell venni, mert belerongyolsz egy ilyen területbe, ahol ilyen hódsugárzás van. Ajaj. Itt is kettyeg már, nem hiszed el. Aha. Jó, itt is terület van. Álljál meg. Kijövünk, azt megnézzük. Aha. Itt volt a terület. És itt gyakorlatilag arra talán tudunk kerülni, nem tudom bazza. Megint benyaltunk egy kis sérülés, elmegyünk az útnak. Ugye át tudsz rajta rongyolni, meg esetleg nem biztos, hogy olyan mélye húzódik, de nem tudhatod, mert hogyha közben bemész, egyre nagyobb egyébként. Nem ilyen kicsit sérülsz, hanem sokkal nagyobbat sérülsz egy idő után. És az a baj, hogyha ott rohadsz le, ott vége a gépnek. Na, ide kell hozni, bazzet. Ugye innen lehet vinni, hallód? Ne szívas, itt van a izé, itt a rönkrakó. Nagyon adja. Az igen, azért vannak itt ilyen kráterek, meg minden csuda dolog. Na jó, hát megyünk, próbálkozunk. Hát ugye, azt... Várja, hol van a takarás? Ott van elvileg egy takarás pont az üzemanyagnál, hallod? Azt akartam megközelíteni, de meg is fogjuk. De nézd már, megint ilyen tábla, hallod? És itt tovább megyek, Sanyi. Óvatosan bemegy. Aha. Jó, itt megint pattogtatnak. Jó, menjünk ki, nem.
Itt megint izé van, megint. Ó, te fiú, nagy baj van itt, gyerekek, nem tudunk elvenni severre. Várjatok, akkor izé, irányítsuk meg ezt a takarást, azt valamit legalább felfedezünk. Hallod, ez durva? Velver, itt ez durva dolgok van, hát hány rész alatt fogom ezt ledarálni? Ez nagyon adja, nagyon imádom. Hát megyünk a vizet. Nem bírnia kell, gyerekek, elvileg ez két életű jármű, gondolom, azt mindenki vágja. Valószínű ebben a játékban lehet, hogy nem. Úgyhogy belevennék egy mélyebb vízbe, valószínű mind a kő süllyedne el. Ja, mert ugye úgy két életű, ugye, hogy tud úszni a vizen. Gondolom, azt úgy vágjátok. Elvileg, ugye? Remélem, jól mondom. Na, ez jó közel volt az a takarás, legalább valamit látok. Na, álljál meg, Sanyi. Egyébként nagyon lassan áll meg, nagyon nagy súlyú túllendül. Jó, hát itt vannak dolgok. Te elvegyünk akkor hogy merre menjünk? Elvegyünk erre, erre. Erre, azt esetleg itt van egy, itt egy garázs. Itt van egy takarás, meg egy, ugye, hát ezt a takarást, ezt az üzemanyagos takarást nem tudom, hogy fogom feloldani. Hát elvegyünk oda. Mégiscsak azt a felet, azt meg kellene csinálnom. De akkor távolabb megyünk egy picit a izétől, a rádióaktív sugárzásos területtől. Itt végig megyünk ezen a kicsi úton. Ennyi. Itt is egy ház. Hát ugye ez egy, Csernobil környéke, leginkább ugye a legnagyobb lakott ilyen város, ugye Pripyatj volt, amit gyakorlatilag azért hoztak létre, hogy a csernobili atomerőművet kiszolgáló személyzet és annak családjának. Gyakorlatilag az egy zsírúj város volt. Az úgy volt, hogy a nagy semmi közepén építettek egy várost, egy ilyen lakóparkokkal, ugye a úszodával, közösségi épületekkel, iskolákkal, meg mindennel. Ugye például azt tudjátok, hogy a Vidám Park, ugye, ami gyakorlatilag nagyon híres képeken mindig szerepel, ugye, hogy ott van a Dodge-em, ott van a... Ne, szóljassa, itt is ugye van lezárt terület, hallod. Ott van a Dodge-em például, ott van az óriás kerék. Na hát az akkor nyitott volna meg, az nem volt, egy napunk nem volt használva, akkor nyitott volna meg, amikor ugye volt ez a katasztrófa. És emiatt... Tolas! Azt a betyár, állj! Rott életbe! És nem tudod, meddig van, mert ugye csak azért mutatja eddig nekem, mert azt térképeztem fel. Hallott, hülye vagy, itt nagyobb baj van. Ja, itt van a tábla, bore, hát nem figyelték, ipőr. Jó, elmegyünk a szélibe, biztos végig van tábla. Te várja, arra is tábla van. Meg arra is végig, hallott, nem tudom. Ó, arra is tábla van, ne szórakozzál, most akkor... Most akkor mit csinálsz? Azért ez kicsit nem szapatás van. Elmegyünk erre? Hallod, most egy kicsit... arra is tábla van, hallod? Bajok nem kicsik, gyerekek. Jaj, hát járhatatlanak az utak. Itt is, arra is. Arra esetleg. Megnézzük erre, jó? Megnézzük erre, aztán hát akkor úgy fel tudok térképezni alternatív útvonalakat. Nagyon tetszik. Menjünk. Üzemanyag az nem annyira fogy egyébként, egész kellemes. Jó, be vannak dőlve a fák, hát ennek a BTR-nek semmilyen problémát ez nem okoz. Hát megyek a izé. Na gyerünk. Kapas fel ott. Följöttünk pont a izére. Erre a dűrére. Nyerünk. Anyjának is agyi. Elmegyünk erdőn keresztül, erdőbező. Egyébként teljesen más textúrázása, teljesen más az egész milliójának a pályának, mint az összes többinek. Úgyhogy baromi jól meg van csinálva. Tényleg beteges. Egy dolgot kapcsoltam ki a grafikába, amikor tudod így mozgatod, és akkor van az a motion blur effekt, amikor így mosódik a kép háttér, attól hány ingerem van mindig, gyerekek. Nem tudom, azt miért előtetik minden játékba. Hol akarok elmenni, igaz? Gondoljátok most, hát mire gondol a művész vajon? Nagyon jó. Az a baj, én most ne haragudjál vele, nem tudom, te jobban vágod, szerintem te ültél is ilyenbe. Hogy ennek a hátsó kerekének nem kellene ellentétesen kormányzottak lennie? Nem csak az első kettő szokott ezeknek, vagy igen? Vagy a BTR 80-nak? Az meg bejöttem ide, hallod? Na ugye ez talán a BTR 60? Nem a 80-as?
Nem tudom, ám. Szerintem tényleg, de nem úgy test közelben, hát még talán most is találkozó ilyenekkel. Adjál neki, átjöttünk valami úton, most keresztezünk egy út. Ó, de jó, itt ezt legalább fel tudom szabadítani ezt a takarást. Ó, ne figyeljél, már megint izé van, táblák vannak. Már szórakozzál velem. Itt a szélibe talán tudok menni. Tovább már nem tudok. Oh yes. Itt is végig takarások, ott is. Ugye ezek is takarásnak számítanak, attól függetlenül ugye, hogy itt te már látod ezt, hogy takarás, de ugye ez ő még egy nagyon nagyobb kört rakna rád. Elmegyünk, nem tudom merre, elmegyünk arra, mert ott itt talán tiszta a terep. De ez a sugárszennyezett terepet viszonylag sovó helyen nem van, és nem tudsz tőle normálisan közlekedni, az egy kicsit fájó pont nekem. Úgy látom, bírja ez a gép. Az állat, bármint a sérülé. Ó, itt is izé van. Ó, tábla, figyeld a... Végig. Jó, akkor menjünk arra. Itt is végig ki van táblázva. Akkor megyünk egyenesen ahhoz a takaráshoz, az úgy látom, nincs ki táblázva. Hatalmasokat kell kerülned, és az a baj, hogyha nem tudod, hogy hol vannak ezek a zódák, akkor tök simán belefutsz. Hát ezt mindenképp fel kell térképeznem, mielőtt ugye fát... Ó, figyeld! Tábla, bazzeg. Megyünk itt oldalt. Még jó, hogy ki van táblázva, néha belerohadnék egy ilyenbe. Na, szóljatok, ha láttok táblát, mi? Szerintem erre jó lesz. Nincs nagy sár. Ah, gyerekek, egy csöppöt se. Csöppöt sincs nagy sár. Ja. Ezt nézem egyébként. Nem is tudom, melyik a BMP-nek van az a... Júj, a BMP-nek van az a hátul kinyíló két ajtója, ugye? BMP-nek, ha jól emlékszem. Na, takarás eltávolítva, nézzük gyerekek. Hát itt van tovább, ugye? Ott is van takarás, itt is takarás. Elmenjünk itt. Röntlerakat. Ez meg erre. Hát jó, mert ugye mutatja, hogy merre jöttem, ott el tudok jönni mással is. Próbáljuk meg ezt. Ja, a BMP-nek van a hátul két felek egy illó ajtó, ugye? És, ja, az egy konstrukciós hiba, ugye a BMP-knél, amikor az a két... De biztos láttátok, az a hatalmas vastag ajtó, amely két oldalra nyílik, és hátul ugrálnak ugye a nyuszik kifele, a nyuszi buszból. Hát itt megint nem fogok tudni elvenni, figyeld. Ja, nem. Oké. Okay. Hát... Az itt erre is vonatkozik, erre az útra? Valószínű, mi? És eső este. Várjál! Itt is tábla van, figyeld! De úgy látom, hogy akkor az a rész csak. Jaj, de jó, hogy oda te tudtam jönni. Néha lehet, hogy csak egy pár méterre mész odébb, és már jó is nekünk az, ugye? Na, azt akartam mondani, hogy az a vastag ajtó, ugye? Elég megtévesztő a izéknél. A BMP-knél, mert az gyakorlatilag az üzemanyagtank. És hogyha azért oda találatot kap az üzemanyagtank, akkor azért az csúnyán ott katasztrófákat okozhat. Mindjárt éjszaka lesz, hát lehet, hogy át fogom ugrani el az éjszakát. Üzemanyag ide, üzemanyag oda. Tudom, van 258 literünk, ami baromira nem kevés. De ezeken az utakon, hogy fát nem szokok szállítani, az odziher. Esetleg BMP támogatással, bár nem akarok olyanokba belemenni, hogy utána azt írjátok, hogy csitelek, hogy a BMP-vel, nem BMP, hanem mi ez? BTR-rel segítem gyakorlatilag a küldetést, mert ugye ez modolt jármű, hanem valószínűleg ugyanazokkal a járművekkel fogok csak dolgozni, amik a mapon vannak. Viszont eddig egy büdös járművet nem találtunk. Mivel fogunk fát szállítani, gyerekek? Halljátok? Most halál komoly. Álljál meg. Mivel fogok én fát szállítani itt? De várjál már. Ez mind szép és jó. Ez mind szép és jó. De mivel fogok én fát szállítani?
most azért rájöttünk így. Hallod, ez érdekes lesz. Nincsen jármű. Nincsen jármű, amivel fát tudok szállítani. More. Itt fekitermelés bent. Ott mi az? Ott egy autó. Állj! Ott van benne egy zsiguli, vagy nem tudom micsoda, egy Volga, ott bele van izéve rohadva a tájba. Hány óra van? Álljunk meg, nézzük meg. 21... Már nincs olyan rohadt sötét, nem? Menjünk éjjel. Nem pazaroljunk, pazíroljunk. Várjatok? Jaj, de jó, legalább nem az van, mint régen, hogy így elsötétedett a táj, hogyha felkapcsolta volna. Hát úgy látod, Spin Tires-t is kicsit fejleszgetik, nem csak Mudrunner-t, bár mondjuk a SnowRunner oda fog csapni neki rendesen. Gyerekek, mivel fogok fát szállítani? Arra válaszoljatok, Bore. Na, kezdek félni. Jó, hát azokon az udvarokon, amik itt ki vannak taposba, meg fa van ott, valószínű, hogy nem lesz nekünk izé problémánk, mert ott gondolom jártak. De hogy járművet én honnan akasztok le, az egyszerűen nekem ez most magas lett. Várjátok, álljatok meg. Ne arra menj, itt mutasd. Kimegyek a vasút is, én elvileg itt jó lesz nekem. De ez azért, egy kicsit aggódok most. Hát figyeljetek, a legelején ugye nem is tudom. Nem is járművet te választasz magadnak. Most azzal az egyel kéne elszállítani az összes fát. Nem tartom valószínűnek. Ez sose volt Spintyhoz-be Maudi. Na nézzük, hol a takarás. Jó, egy kicsit sötét van, bocs gyerekek. Várjatok. Jó, jó. Nem az, ez van gyerekek. Na nézzük. Jaj, ott van valami! Ott egy jármű. Ott egy jármű, nem tudom mi az. B157-es. Az talán a izé? Zil. 131 a zil. Mint azt föl kell szabadítanom, hallod, mert megőrülsz. Valami jármű legyen már. Na várjál, hogy merre? Elvileg egyenesen itt akkor tovább tudok menni. Nem pörgetek az időben, mert nem akarok izélni. Kifogyni az üzemanyagból. Oké, 7 sérülést, benyomtuk az első sérülés pontokat. Gyerek, a hizét, a ködzáró fényt, azt vedd már le, mert nem látok tőled. Jó, eddig egész jó. Meg mi a franc az? Mi világított, gyerekek? Ha világítanak a gombák a hizében, Chernobyl-ban. Tiszta Stalker hangulatom van egyébként. Jaj, mi ez izé? Fal. Ne szórakozzál, állj! Te, van egy fal azért, közt, hogy szólsz. Jaj, nem ez már. Valami jó, érdekes helyen ezt érzem. Ki van törve. De itt be tudok menni. Állj. Állj, finom. Most megyek át valami nagyon pusztulat helyen. Jaj, gyerekek. Hallod, tiszta para hely. Az lesz... Nehogy az legyen... Nehogy az legyen a jármű. Azt hittem egy roncs. Ne szórakozzál. Ne! Mondom, ott egy roncs! Az jó! Hát mi a túros csúszó ez? Hát mi a jármű ez, tesó? Ne szórakozzál, mi az? De Franco! De Franco! Jó, hát akkor már izét ide veressünk el. Világítanak a gombák, tök jó, tök jó. Annyira kellemes ez a környezet, hát őrület! Jó, hát menjünk. Megyünk ezzel tovább természetesen. Jaj, le van izéve szakadva, hogy tesó. Nem fogok tudni ott elmenni, vagy... Jaj. Az valami kiszolgáló létesítménye lehet az atomerőműnek, ugye itt vagyunk mellette. Gondolom ilyen trafó, meg ilyen elosztó állomásnak nézem én. Ugye itt mindenféle vezeték, meg ilyen van. Hát azt a betya úristeniteket. Azért kitalálták itt, köszönöm szépen a... Ők viszont... A Spin Tires-be, azt tetszik benne, hogy azért ezt elkapták. Mármint a Mudrunner, meg ugye mindig van a Spin Tires és a Mudrunner vita, én abszolút nem fogok állást foglalni. Régebben csináltam egy videót, amiben ugye azért mondtam, hogy annyira nem jön be a Spin Tires, mert kevés a változtatás, viszont ezek a DLC-k ezek adják. Van egy Aftermatch DLC, és az miről szól? Aftermatch az egy ilyen esemény után, ugye? Azt jelenti az Aftermatch. Hol van a takarás, gyerekek? Hol a takarásunk? Itt kéne lenni egy takarás, meg állj meg, ott a... Mi az? Ó, az valami nagy, izé, mély csatorna, állj.
Jó, oké. Hát gyerekek, nagyjából felszabadítottuk. Most egy ilyen hosszabb kalandúrának kellene kezdődnie. Azon filózok, merre lehetne elmenni? Hát, itt voltak a bajok, ugye? Itt voltak a bajok. Idáig el kellene jutni valahogy, elkeveregni, aztán akkor meglátjuk, hogy mégis mi van. Viszont ez az éjszaka, ez már kezd idegesíteni. Ez még mindig így van? De jó. 44 liter üzemanyag, de úgy látom, hogy itt későn kell a nap, gyerekek. Hogy most már jó. Jó, oké. Megyek tovább. Főszabadítás legyen. Csináljuk. Itt is le van szakadva, tesó. Hát nem hiszed el. Ha megnézzük, hát, hogyha át lehet valóbb bújni. Menjünk. Ja, ott van diffizár always, meg gondolom összkerék is always. Ami az? Kapjál már fel a patkára, ne szórakozzál velem, tesó. Te, hallod, itt nem fogok tudni kimenni. Hát te fiú, nem hiszed el. Azt nézem, hogy sehol. Ó, Sanyi. Meg vagyunk szopatva. Ott a... Ott bemegyünk. Hát jó, szivatnak anyám. Stopp, az a hordó, az nem robban. Ó, itt be lehet menni, jó. Hát a romokon. Stalker hangulat. Stalker hangulat van. Ó. Itt egy Y-t nyomunk, hát egy kicsit lekocsoltam. Ezt nem tudom. Jaj, ezt ki lehetett volna törni? És tudom, gondolkodok, én itten finomkodok. Ó, te fia. Hát lehet törni, zúzni hiszem. Ó, betorromok. Ó, te gyerekek, belekeverenek itt, mint cigány gyerek a Huzen Trogerbe ebbe. Jó, itt ki tudok menni jobbra, és akkor arra. Jó lesz, itt is le van zárva, itt is azért van. Sugárfertőzés van. Sugar! Sugar baby! Cukorfertőzés, mi? Adva, ki van írva, hogy kakadu. Kakadu eladó. Na! Veressük, gyerekek. Ugye itt nincs belső nézet. Hát mondjuk ebből a BTR-ből nem is tudom, hol látnánk ki. Periszkóp nézetben. Bassza, mekkora? Néha mész. Akkor a saragvadag, hogy egyszerűen nem tudsz tovább menni, na. Adjál neki. Tényleg, hol van a duga? A duga az biztos valahol messzebb van. Nem az erőmű környékén, azt tudom. Azért nem is annyira híres az az épület. Meg hát azért nem is annyira híres egyébként. Ja. Hát mert ugye, azért nem nagyon reklámozták agyonra. Jaj, ne, ott is izé van. Sanyi, no. Aj. Jaj, megint belefutottunk egy izébe radioaktív területbe, és bazajon radioaktív területek határán mozogtam én itt. Hát jobb, amerre állok, arra biztos, hogy nem lesz, jó? Aha, pont benn vagyok, pont elmentem egy olyan tábla mellett. Meg azért kidöntöm ezeket a radioaktív táblákat, az nekem jó lesz, mert utána fogalmam se lesz, mert nekem tudok. Szerintem, ha erre megyek, az nekem jó lesz. Gyerekek, ez egy nagy szopatás ez a map, ugye? Azért ez nagy szopatás ez a map. Nehogy jól érezd magad, hogy el tudj menni a pontból. Nem elég, hogy sár van. Meg olyan terület, hogy a Holdon nincs ilyen. De még ráadásul... Látod, itt most el tudtam jönni. Jó volt ez. Jó volt a kis kerülöm. És semmire nem hagyatkozhatsz, csak arra bazd. Én is nem fogok róla a térképet nézni, mert biztos hívjátok. Hát nézd meg a térképet, biztos van róla találsz anyagot. A neten, ami már föl van full szabadítva. Tesó, ne szórakozzál, hát arra. Jaj, figyelj de. De várjál, itt mutat... Úgy mutatja, hogy arra van tőlem jobbra. Én itt átvágtatok, gyerekek, mentsünk egyet, azt vágtas. Oda átmegyek. Izé lesz, sugár területen megyek át. Nem, jó, oké. Azért itt keményen szopatás van. Hát valamennyire átmentem sugárzó területen. Jó. Jó, legalább keresztbe hosszába azt a sugárzást is feltérképezem. Hát ugye az kellene, hogy mindenhol végigjárod, azt akkor tudnád merre van. De nekem csak az a lényeg, legyen néhány útvonal, ahol meg tudom csinálni a pályát. De hát a felszabadítani fel akarom az egészet. Ide miért volt egy út be? Hallod, ha egyszer ha véget ért az erdő közepén. Ide jártak húgyozni a katonák, vagy mi ide ásták el a izéket? Ja, egyébként az durva ám, hogy a
még abban a Csernobyl sorozatban volt ugye, hogy a... És a duga még abban se volt benne, most az jut eszembe. A Csernobyl sorozatban volt, hogy azokat az embereket, ilyen tűzoltókat például, akik kimentek legelőször ugye a csernobili atomerőműhöz, atomkoporsó, vagy a vízébe, acélkoporsóba temették, és úgyhogy betonba, gyerekek, úgyhogy voltak ott problémák, na. Jaj, micsoda út ez, gyerekek, vagy mi ez, folyó? Azt hittem, ezt jelezte útként. Mondom, az úgy derék lenne. Azért kipróbálnám egy mélyebb vízbe is ezt a gépet, lehet, hogy a gameplay végén belehajtunk, aztán esetleg akkor garázsból indulunk tovább, vagy hogyha már nagyon feltérképeztük a dolgokat. Hát, de amúgy megmondom őszintén, egész jól haladunk. Na, várjatok, most meg kéne próbálnom nekem az egyenes utat, és nézni a táblákat ezzelre, hogy merre van az arra. Megnézzük arra egyenesen. A táblák azok nem arra állnak. Hát ez BTR-nek tökéletes terep, gyerekek. De azért itt egy izével, egy gazzal vagy egy zillel, hogy fogok itt boldogulni, azt még nem tudom. Ja, itt is vannak roncsok. Jó, az a takarás szerintem meg lesz, reméljük, hogy közben nem. Az a baj, itt hirtelen beugrik egy tábla. Az igen? Fú, ez tetszik, jó. Beugrik egy tábla, hogy izé sugárveszély, azt cseszhet. Tehát sugárveszély, gyerekek. Jó. És nehogy már, nekem nem csak ez az jármű lesz, hanem élemben megbolondulok. Na, álljál meg. Oké. Okay. Na, te kéne mennem fölfele. Ó, C! 43-20-as. Az egy izé, ugye? Rönk lerakott. Oda is le kell mennem, bazz. Jaj, most bevágtam ide középre. És mehetek le. Várjatok ott az erdőn keresztül. Menjünk ilyen erdőn keresztül. Jaj, nem túl. Oda nézz a táblát. De ezek a táblák nem túl feltűnők, hogy rohadjanak meg. Várjál! Most azon gondolkozok, hogy a tábla az kicsit arra van. Hogy elmennék egyenesen, lehet, hogy el tudok kerülni arra. Kinn a map szélén. Én van egy... Nem, ott is a tábla. Nem. Nem enged a map szélén. Hát az megint egy olyan... Ó, megint nem tudsz elmenni sem erre. Ja, itt egy ugye... Ja, itt egy izé. Egy ilyen kisebb. Hallod, nagyon jó, ott van egy ilyen izé. Hasonló csapat szájta, mint a miénk. Na jó, megyünk arra ki, amerre jöttünk. Ezt megpróbálunk jobbra valamerre elmenni. Össze kell kapnom ezeket a járműveket, különben faszállítás nem igen lesz. Na. Ott meg egy Zill 131-es, talán vagy mi az. Meg egy Ural? Egy Ural. Le vannak lagva rendesen. Na. Erre gondoltam. Legalább a mély vízbe kipróbáljuk a BTR-t. Ó, fiú, ott van a izai tábla. Bírja a vizet, bore! Gyerekek, bírja a vizet! Torony irány, gyerekek! Ott a tábla, akkor csak itt a szélébe megyek most, ez jó így nekem. Ilyen fura hangja van ennek a gépnek, ilyen amikor ki van izajel nyélen, ötösbe vagyunk. Ó, ott van az Ural. Jó van, oké. Okay. Jó van, ezt is megúsztuk. De ezek az milyen helyek ezek, gyerekek? Itt kell nekem fát pakolnom. Ha megbolondulsz. Ja, ez egy takarást, azt még ma szabadítsak fel, hogy már itt vagyunk. Bele visz még oda abba. Milyen sar van, hallod? Itt mit fogok én fát szállítani? Azért köszönöm szépen, gyerek. Ó, ne szórakozz le, hallod? Mi ez? Mi ez? Hallod? Ezt direkt megcsinálták, hogy ott szabadíts fel, ahol... Hallod, mi? Úszunk a sárba már, gyerekek. Hát nem teng... Nem is fog eljutni odáig, hé! Várjátok, itt kellene egy kis izé... finom mechanikus váltás. És ez egy csúsztatott kuplung. Szabadíts már fel orra. Jó, álljunk meg. Az autómatában nézzük.
Jó van, gyerekek, szerintem, figyeljetek, szerintem ez ennyi volt eddig. A felső szekciót még felszabadítjuk, ugye most már van három járműünk, egyébként ugye ilyenkor át is tud szülni beleje. De nagyon csodálatos, gyerekek, mi az, aulomajtóval van, vagy mi az? Ó, csoda. Nagyon szép. Szép a verta. Meg az ural az egyik kedvenc. Az is mehet majd, hát szerintem azért lehet szenvedni ezekkel. Jó, oké, köszi szépen a figyelmet, következő részre várlak benneteket, most végig fogjuk durantani ezt a Chernobyl DLC-t. Ugye az összes célt meg fogjuk csinálni, és utána fogunk tovább menni. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csumi csá!